Fesztiválok esetében is vannak betartandó tűzvédelmi előírások, biztonsági dokumentációt kell készíteni, ezeknek pontosnak és naprakésznek kell lenniük. Fontos, hogy a fesztivál szervezője megfelelő létszámú biztonsági személyzetet foglalkoztasson, hiszen veszély esetén az általuk adott utasítások szerint kell eljárni, vagyis nagy a felelősségük abban, hogy senkit ne érjen baleset. A szabadtéri rendezvények kapcsán bejelentési kötelezettsége is van a művelődési, sport és oktatási létesítményekben, helyiségekben, nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvények esetében. Emellett az 500 főnél nagyobb befogadó képességű, nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni, és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal a tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni. A katasztrófavédelmi szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a tűzvédelem mellett biztonsági előírások is vannak. 200 fő esetén már egy biztonsági embert is alkalmazni kell. Biztosítani kell a menekülési útvonalakat, amely minimum 2,5 méter széles legyen, és esti rendezvény esetén a megvilágítása is szükséges. Fontos az is, hogy a kiüríthetőséget a szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.